Sziasztok, én Pók Gergő vagyok, a tetőablak.hu-nak a szakmai vezetője, és ebben a videóban arról fogok nektek beszélni, hogyha szúnyoghálót szeretnénk szerelni a tetőtéri ablakunkra, akkor milyen lehetőségeink vannak, illetve hogyan rendeljük meg ezeket a szúnyoghálókat. Jó, alapjában háromféle szúnyoghálót különböztetünk meg. Az egyik klasszikus szúnyogháló az a kávára szerelhető szúnyogháló, ez a gipszkarton belső síkjára fog jönni. Rólós a szúnyogháló, le lehet húzni, és a maga a tetőtéri ablak annyit nyitható, hogy ne érjen még bele a szúnyoghálóba. Másik típusú szúnyogháló az a kávába szerelhető szúnyogháló. Ahogy a nevéből is adódik, ez már ide belejön közé. Ugye ez több esetben szoktuk ezt ajánlani. Egyik eset az, amikor szeretnénk, hogy egy kicsit több tér maradjon a fejünknek. Másik eset meg például ez a beépítés, ahol a középső szarufa beljebb van síkba, mint a tető többi része, így a kávára szerelhető szúnyogháló ebben az esetben nem is szerelhető föl. Jó, ha ilyen szúnyoghálót szeretnénk, az fontos tudni, hogy a ablakunk korlátozottan lesz nyitható, viszont egyébként egy pattintással levehető a szúnyogháló igény szerint, amikor mondjuk át szeretnénk folytani a tetőtéri ablakot, hogy a külső üveget meg tudjuk takarítani. Jó, tehát amikor eldöntöttük, hogy ilyen szúnyoghálót szeretnénk, akkor meghatározzuk, hogy hova szeretnénk magát a szúnyoghálót, és akkor megmérjük a keresztbe a méreteket. Itt nyilván milliméter pontosan nem fognak stimmelni a méretek, itt mindig a legkisebb méretet kell megadni, illetve megmérjük azt is, hogy hosszára mekkora szúnyoghálóra van szükségünk. Ez fontos, hogy ezt ott mérjük, ahova a szúnyoghálót szeretnénk rakni, és számoljunk arra rá, hogy ez egy 3-4 centit még kifelé fog jönni. Ennél a szúnyogháló típusnál is, ahogyan az előzőnél is, majd rögzíteni kell az ablakot, amikor használjuk a szúnyoghálót. Jó, és van a harmadik típusú, az középen billenő ablaknál nem tudjuk alkalmazni, de felnyíló tetőtéri ablakoknál, ahol alul van a kilincs és kifelé nyílik fel az ablak, oda tudunk szerelni tokra szerelhető szúnyoghálót is. Lényegében ugyanúgy működik, mint a kávára szerelhető, csak teljesen neki tudjuk tolni az ablaknak, hiszen nem billen be a felső része, hanem az alsó része kifelé nyílik. Jó, ezek meg a szúnyoghálók közül mindegyik rolós szúnyogháló, és a tokra szerelhető is, illetve a kávába szerelhető is könnyedén kivehető, hogyha az ablakot át szeretnénk fordítani. Jó, tehát a szélességet mérünk minden esetben, és hosszt mérünk ott, ahova szeretnénk, hogy a szúnyogháló kerüljön. A kávára szerelhetőnél ott megint csak a káva méretet kell megadnunk a megrendeléshez. Amennyiben szeretnétek szúnyoghálót a tetőtéri ablakotokra, akkor keressetek meg minket a www.tetőablak.hu weboldalon, és akkor fogunk tudni segíteni ebben nektek. Sziasztok!